A szív problémák jelei kutyánál. A szív működésének elégtelensége az kutyánál is épp olyan tüneteket okoz, mint emberen. Azt vesszük észre, hogy a kutyának a terhelhetősége csökken. Ez azt jelenti, hogy az eddig bevált séta során a kutya megáll, liheg, és esetleg nem hajlandó, leül, lefekszik, és esetleg nem hajlandó tovább menni. Gyakorta észrevesszük, hogy hajnalban a kutya izgatott, és esetleg a köhögés is hajnalban jelentősen gyakrabban fordul elő, mint nap bármely más szakában. A lihegés is általában felszokott tűnni a tulajdonosnak. Sokkal gyakrabban liheg, doktor úr, mint egyébként, és indokolatlan, nem is volt meleg, nem is mentünk túl sokat, és a kutya mégis liheg, akár teljesen nyugalmi helyzetben is. Aztán az előrehaladás a szív problémáknak a kiterjedése vagy elhatalmasodása esetén a nyálkártyákat túlságosan sötétnek, akár lilás, fekete színben tündökölni látjuk. Ilyenkor mindenképpen nagyon óvatosan, de azonnal forduljunk orvoshoz. Tehát az óvatosságot a szállításra és a stresszre vonatkozva mondom, a szállítási stresszre. Gyakorta, hogy leginkább azt tűnik fel a tulajdonosnak, hogy a kutyának erős a légszomja. Tehát nehezítette a légzése, liheg, de nehezen veszi, akár sípoló hangot ad a lélegzése során. Aztán bizonyos előrehaladása a folyamatoknak, akár rövid ilyen kollapszusos stádiumokat, ájulásokat hozhat létre kutyánál, amik önmagukat gyógyítják ugyan, tehát egy bizonyos idő után, amit alélva tölt az állat, aztán fölébred, és akár folytathatja is az útat, de bizony időnként ezek is előfordulnak. Azt tudom általánosság mondani, hogy nagy testű kutyáknak általában szívizom megnagyobbodással, megvastagodással kapcsolatos problémáik vannak. Ilyenkor a szív ritmusa is gyakran jelentősen megváltozik, és a szívnek az úgynevezett pumpa funkciója jelentősen rövidül, rosszabbodik, a különböző értékek, átfolyt vérnek a hatékony továbbításának az értékei azok csökkennek. A kistestű kutyánál sokkal inkább a szív belhártyájának az elfajulásos, billentyű elégtelenséges következménnyel járó megbetegedései a gyakoriak. Ilyenkor is szintén a pumpafunkciós hiba az a gyakori, és a kisvérkörnek tehát a tüdő, gyakorlatilag ami a tüdőt és a mellkast jelenti, tehát a tüdőnek a megterhelése az jelentős növekedést szenved el, és tüdődéma jeleivel, nehéz légzéssel, köhögéssel, fáradékonysággal szokták a tulajdonosok behozni a kutyákat. A szív vizsgálata egy nehéz és egy komplikált ügy, nem csak hallgatózással, hanem különböző műszeres vizsgálatokkal is tudjuk pontosítani a szív megbetegedését, és bizonyos megbetegedések jól, bizonyos megbetegedések sajnos nem túl jól kezelhető kutyán. Ezek között kell majd differenciál diagnosztikai lépéseket tenni az állatorvosnak, és minél hamarabb pontos diagnózisra jutni a gyógykezelést megindítása előtt.